Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, akkor a következő egyben utolsó beszélgetéssel folytatjuk, ami témáját tekintve szervesen illeszkedik abba a gondolati körbe, amit Palic Ildikóval, kosárközösség alapítójával elkezdtünk, majd Kis Zoltán Nitaival folytattuk. Ugyanis mind az önellátás, mind az öntudatosságnak, mind az ezekhez kapcsolódó életfelfogásnak van egy másik olyan gyakorlati része, ami nélkül semmi nem működik, az életet adó víz kérdése, ami alapvetően meghatározza az élelmezésünket, a mezőgazdaságot, az életminőségünket, az életterünket, és még hosszan tudnám sorolni. Ennek az egyik országosan ismert előadója, kutatója, Balog Péter geográfus, aki számtalan helyen próbált az elmúlt években, sőt, talán évtizedeket is tudunk említeni, felhívni a figyelmet az életadó életünket, életminőségünk szempontjából fontos kérdésre, a vízmegtartás problémájára. És újra és újra szembesülünk azokkal az időjárási körülményekkel, ami most nyáron is lezajlott. Egy elképesztő szárazság sújtotta a magyar mezőgazdaságot, ami egyben azzal is együtt jár, hogy kevesebb termék van, a termelők kevesebb dolgot tudnak előállítani, emelkednek az árak, tehát a pénztárcánkra is hatással vannak. Holott nagyon sok mindent egyszerű módszerrel a tájban, a víz visszatartást a tájgazdálkodáson keresztül meg lehetne oldani, meg lehetne előzni azokat a folyamatokat, amelyek keserítik a mi életünket is, és azoknak a termelőknek is az életét, akik számunkra az életet adó élelmiszert állítják elő. Idén ugye fordult, ugyanaz a trend zajlott le, amit már a korábbi években is, volt egy elképesztő szárazság, majd néhány héttel ezelőtt sok-sok napon át szakadt az eső, és létrejött az elmúlt évtized legnagyobb árhulláma. Ez szépen kifolyt az országból, és mindenki hátradőlt, megnyugodott, hogy megvédtük az országot az újabb árvíztől. Ugyanakkor ez a rengeteg víz, ami kiment az országból, ez bent maradhatott volna egy teljesen más szemléletű vízgazdálkodási politikával. Legalábbis erre tett korábban utalást, szakmai javaslatokat Balog Péter. Most, mikor kiment ez a sok víz, te most megnyugodtál, hogy vége van, nincs gond, nem szakadt át a gát, nem öntött el senkit a víz, vagy jobban örültél volna, hogy egy másik fajta szemlélet keretében olyan rendszerek vannak Magyarországon, olyan rendszerek épültek volna ki, amelynek keretében ennek jó részét meg lehetett volna tartani. Hú, mennyi időm van? Tehát 45 perc. Jó, hát majd kérdezél azért közben, mert ez elég volt ahhoz, hogy ez a felvezetés, hogy tényleg akkor a 10-szer másfél órás anyag, amit körülbelül ennek kapcsán el lehet mondani, de, és én elkezdem akkor ezt itt a sok szálból, így csemegézek, de attól akkor majd kérdezél közben, köszönöm. Mindenesetre, hát melyikkel kezdjem? Egyrészt meg kell különböztetni élesen egyébként is, és az idei évben is az ország két részét, ilyen szempontból Dunai részét és a Tiszai részét. Ugye itt vagyunk Csongrádon, hát a Tisza mellett, úgyhogy itt inkább erről kellene beszélni. Itt érdekes, hogy egyszerre volt LMV közeli, tehát rekordközeli, legnagyobb víz közeli vízállás a Dunán, illetve mondjuk Budapesten, ugyanakkor LKV, tehát legkisebb víz közeli vízállás stabilan a Tiszai vízgyűjtőn. Ugye ennek voltak is nevetségesség menő részletei, hogy keresték az árvizet a Tiszán, vagy nálunk is voltak olyan gazdálkodó is, aki, hogy jaj, akkor jön az árvíz, akkor elviszi a marhákat a hullámtérről, de hát mondom, -200-as víz van, mert az a másik oldal. És ez egy fideszes politikus kiment, volt egy ilyen is, igen, és próbált az árvizet keresni. Tehát, hogy nagyon érdekes, és ez miért tanulságos, hogy a tájtudása, egyszerűen a táj érzékelése az embereknek milyen gyatra vagy kevés, hogy mi mit
mit jelentenek a dolgok, és ezért bajba is vagyok. Én ugye tanultam egyetemi szinten a földrajzot, meg tanítom is, és ezért nem tudom, hogy ki mit nem tud, vagy mi nem kézenfekvő. Ugye vannak ezek a mediterrán ciklonok, amik télen hozzák a Mediterráneumba a csapadékot, és ez, mivel túl jól sikerült a nyári felmelegedés, meg a szélsőségek növekszenek úgy általában, ez jött meg előbb, és feltolódik ez az Alpokba. Télen ez hóba szokott leesni, itt is szerencsére azért elég magasan azért hóba esett le, de még szeptember elején ugye mégse, és az a 300-400 mm, ami egyszerre itt kiesett, az bizony ilyen árhullámot csinál, pláne a fentebbi vízgyűjtőkön, ugye mire ideér Magyarországra, addigra már hát úgymond pufferolódik, és el is húzódik, és csak egy ilyen rekordközeli árhullámot csinál, amire ki vannak építve a művek Magyarországon elég jól. Engem meglepett, hogy a dunai vízrendszerben ennyire nem egyértelmű az árvízvédelmi fővonal, mint olyan, tehát sehol nem lépte át a Duna. Tehát most, hogy így a rettegés, van ez a rettegős biznisz egyébként, úgy veszem észre, hogy ez a Covid kapcsán már ezt megpendített. Rettegésipar. Igen, egyébként ezt használták a Covid kapcsán, ez az embereknek, a népnek a beleterelése a technofalangszerekbe, annak egy fontos motivációja, motivuma, hogy ugye a félelmes, félő embert, rettegő embert lehet terelgetni jobban, tehát ez meggyőződésem, hogy ezzel foglalkoznunk kell, tehát ezt használják, és úgy valahogy rá is állt a szokás itt vagy a katasztrófa filmek, vagy én nem tudom, de hogy a köz ízlés is valahogy ezt szereti, mert egy pár hete, pár évtizede még... Kialakult a rettegés függőség. Igen, van egy ilyen, ezt úgy tudjuk értelmezni, vagy így benne van a köznépben, de ez nagyon veszélyes, erre hívnám fel csak a figyelmet. Egy pár évtizede még, ugye én is folyamatosan járom az országot, meg nézegetem, voltam egy kollégánál, hát pont a Alsó-Dunán már, hogy itt a hazai szakaszon, és akkor ő mondta, hogy itt játszottak az árvízbe, annak, tehát teljesen együtt élt, már abszolút szabályozás utáni, tehát gátas időben az ember, tehát nem az ősemberről beszélek, vagy a középkori emberről, hanem a pár tíz évvel ezelőtti emberről, ahol nem volt ez a rettegős, most ugye jön a hivatal, és hogy ne menjenek oda, mert hogy nem tudom miért pontosan. Persze az is lehet, hogy a túl sok a mobiltelefonok elterjedése, meg a selfie kultúra miatt, hogy akkor mindenki csinál egy fényképet itt a nagyvízzel, meg a homokzsákok. Jó, tehát mindesetre nagyon ez még az elszakadásnak egy lépcsőfoka, hogy hogyan nem tud együtt élni az ember a vízzel. Mondanám, hogy a városi ember, vagy az elszakadott ember, de hát hangsúlyozom, mindannyian városiak vagyunk. És ugyanakkor abból is kaptunk ízelítőt, és ez is nagyon tanulságos volt, hogy a hullámtérben mégiscsak azt használó oda beköltöző ember, horgászok, ilyesmi vízi emberek, és hogy a Dunán mennyi ilyen ilyesmi terület van, a Tiszán sokkal kevésbé van ez, tehát ami a vízé, az a vízé, vannak ugyan hétvégiházak, lábakon, stb., de nincs meg ez a kultúrája, hogy most itt láttuk, hogy mennyi ilyen ház van víz alatt a dunai elvileg ártéri sávban. Hangsúlyozom, nem volt gátszakadás, ilyesmi, és mégis, és ugye ennek megfelelően nagy katasztrófa se, de mégis láttunk vízben álló házakat, meg őrült nagy védekezéseket, némelyik felesleges volt, vagy így ebbe a rettegésiparba tartozott, az úgy látszott, meg ahogy bemutatta a média, nem is tudott vele mit kezdeni, mikor olyan vélemény, tehát az látszott a lakosokon, hogy köszönjük szépen, nincsen baj, elmegy a víz, örülünk, majd kisöprünk utána, stb. Na most ugye volt erre is példa, és ez is egy nagy tanulság, és amit én aláhúzok ennek kapcsán, és a kérdésedre válaszolva, hogy másképp kell hozzáállnunk a vizekhez, a víz hiányhoz is, és a víz többlethez is. Azt az egyszerű tudományos összefüggést fel kell fogni, hogy a Kárpát-medence működésében egyszerűen az van benne, nem is tudom, hogy mondjam nagyon egyszerűen, hogy a vízháztartási egyensúlyhoz a nagy vizeknek a visszatartása szükséges. Tehát nem lehet öntözésből megoldani a vízmérleg kiegyensúlyozását, a vízhiány pótlását, nem lehet öntözés, amit szoktunk mondani, és ezt, hogyha van egy ilyen beszélgetésnek, hogy olyan célfüggvény, hogy mi az, amit szeretnénk elérni én, mint tanár, ha tetszik, az, hogy a nagy közönség az legyen meg neki,
hogy ez a klasszikus válasz, hogy ja igen, akkor duzzasztás, csatornakotrás, öntözés, hogy ez nem jó válasz. Tehát nagyon sok szempontból nem jó, erről beszéljünk, hogy hogyan nem jó. És ehelyett van a táji vízvisszatartás koncepciója, megoldása, amikor is a vizet nem duzzasztással tározom, nem kell a csatornákat kotorni, sőt, hanem oldalirányú vízkivezetéssel a klasszikus magyar hagyomány szerinti, ha tetszik, a magyar know-how-ba benne levő foggazdálkodással, ami nem jelent más, mint oldalirányú vízkivezetést és víztározást. A tározás nem statikusan értendő, nem, mert nagyon a statikus szó, a tározás szó maga egy mechanikus valami, pláne ahogy megvalósult, ugye ezekkel a duzzasztókkal, nem erről van szó a természet működésében, hanem egy dinamikus rendszertől tulajdonképpen a táj vissza, vagy víz visszaforgatást kéne érteni alatta, és erre alkalmas a táj, megvannak a szervrendszerei a tájnak, azok részei, ami arra való, hogy ezeket a vizeket befogadják, hát tározzák, illetve értelmezzék, beleértelmezzék a talajba, meg a levegőbe, tehát beszivárog az a víz magától, köszönjük szépen, nem kell, munkaidő után is, tehát nem hülye a víz, elpárolog az a víz a levegőbe, nem baj, nem vízveszteség, tehát most olyan szabályozás, hogy a gazdának kell öntöző víz formájába kifizetni a vizet, ami beszivárog, meg elpárolog, az nem jó. De ott a szabályozás, rossz hangsúlyozom, a víz, ha állami vagyon, akkor tessék róla gondoskodni, hogy tudjon hasznosulni, és az, ha beszivárog, az jó, mert úgy lesz a talajban a víz, hogy beszivárog, és ha elpárolog, az meg jó, mert úgy lesz a levegőben, hogyha elpárolog valahonnan. Ha szeretjük a lefele irányuló mozgását a vízkörforgásnak, tudnilik az esőt, vagy a csapadékot, akkor szeretnünk kell a fölfele irányulót is, tehát a párolgást. Tehát ugye nem igaz az, hogy csökkenteni kell a párolgást és a beszivárgást a kibélelt csatornákkal, stb. Hanem beszivárgást kell növelnünk, párolgást kell növelnünk, nagy párologtató felületeket és beszivárogtató felületeket kell felületi vízborításokat kell létrehozni, és ezek egy szóval és egyszerűen ezek az árterek. Erre való. Tehát nem kell építeni, ott van, csak nincs használva. Tehát, hogy nem, hogy nincs használva, ellenhasználva van, harcolva van ellene, kőkemény munkával megteremtették azt a rendszert, ugye a verítékes honfoglalás, egyébként a gazdák megrendelésére, hogy na majd ez jó lesz ez a terület búzabányának, ha használjuk akkor arra, jó, több profitot ott hozni, tudunk cukrászdát venni Bécsbe, vagy valami, ugye 150 éve, vagy klasszikusan a 19. században, és ez valahogy így maradt. És ez a koncepció az, amit el kell engedni, tehát ez nem jó, Csongrádon sem, tehát és az Alföldön sem. Tudom, hogy mindenki ebbe szocializálódott bele, erre vannak a gépei, az megszokása, az értékrendje, gyönyörű, szép ringó búzatáblák, szépen egyenesen a csatornák, nem tudom. Felteszem a kérdést, hogy ki szerint szép, ki mondta azt, hogy szép. Tehát, hogy a szépen egyenes, és szépen görbén olyan van. Tehát ha Tiszát megkérdezzük, akkor nem szépen egyenesen szeret folyni. Most ez egyébként lehet olyan példát hadd hozzak, hogy mondjuk belekukkantunk az emlékeinkbe a jelenlegi szépségideálba, illetve ezekbe a ilyen szépség, vagy ilyen modellek itt szaladgálnak, ilyen piszkafa. Tehát, hogy ott is a szépen egyenesen, vagy pedig szépen görbén. Tehát a természetben eredetileg nem az egyenes a vonal, tehát, hanem a görbén szeret. Például a Tisza nem hülyeségből folyt görbén, és nem azért, mert eltévedt, a szakirodalomban úgy van benne, hogy szeszélyesen kígyózó medrében bebarangolta, tehát mint egy részeg ember nem talál haza, de hát hál' Istennek jött a 19. század a mérnökökkel, és akkor majd segít neki, hagy folyjon szépen egyenesen. Hát nem. És ilyen szintig kell visszamenni, hogy mit látok szépnek, ugye? Hogy szépen egyenesen, vagy szépen görbén. Nagyon szép az egyenes, mit tudom én, hogyha építkezünk egy falat, vagy a könyvespolcon a könyvek, vagy nem tudom. De a tájba egy folyó folyását tekintve nem szép. Mondok egy nagyon gyakorlati példát. Beszélünk medertározásról, tehát jól vízvisszatartásról. Jó lenne, hogyha vízek nem folynának olyan gyorsan ki, és a mederbe is jobban állna, jobban be tudna szivárogni, stb. Na most, hogyha van egy 10 mil kilométeres szakaszunk, azt meg lehet tenni 10 kilométer alatt, és meg lehet tetetni a vízzel 10 kilométer alatt, vagy 20 kilométer alatt is, vagy 100 alatt akár, ezt hívják kanyargósságnak, azaz meanderezésnek. Ja, hogy a Tisza pont ezt csinálta eddig? Ja, hogy akkor mégse volt hülye, mert ezt akarnánk, vagy ez most nagyon jó lenne, hogyha ezt elérnénk. És ez medertározásos,
ezen kívül van még a tájitározás, szó szerint is kívül, tehát hogy a tájakba, az oldalirányú folyókhoz csatlakozó tájokba, amiket leamputált ezeket a tájakat a folyóról a szabályozás, az átjárhatatlan gátjaival, és így nem jut ki, nem tud hasznosulni. Ez amit megkapom a fizetést, de azonnal be is kell fizetni máshova, ugye még akár példa is van erre. Tehát, hogy nem tud hasznosulni a családomba a pénz, mert levezetődik, tehát, hogy ami megjön. Tehát még mindig van a Tiszán árvíz, még mindig vannak nagyvízek, ugye most láttuk a kérdést, tehát a Dunán jött ez a nagyvíz, olyan rendszert szeretnék-e látni? Hát igen, lehetne olyan rendszer, ami kiépül erre az oldalirányú kivezetéshez, amire van egy konfliktus, az, hogy hely kell neki. Ezért mondom, hogy helyes vízgazdálkodás, mert hogy ez meg egy helytelen a mostani vízgazdálkodás, mert szegény vízgazdálkodásnak most nincs helye. És ezzel ki is mentem a vízgazdálkodást úgy, hogy nem adnak neki helyet, az agrárium nem ad neki helyet, faltól falig szántani kell a csatornákat, és ha termelni akarok. Csak vegyük észre, hogy nem tudunk 100%-on termelni, illetve amit nem akarunk termelni, azon is termel a természet egyébként. A természetnek az a dolga, hogy kinő a fű, fák, hal, stb. Mindenki, tehát ez csinálódik. Most erre kell ráépíteni egy olyan gazdaságot, ami ezt tudja hasznosítani, értelmezni, azt a halat meg lehet enni, a füvet le lehet legelni, marha, stb. Tehát nem kizárólag a szántóföldi termelés, az a termelés. A művelt terület, az, hogy műveltség, már hogy én gazdálkodok, meg úgy művelem a földet, meg termő terület, hogy próbálták, ugyan voltam múltkor a műsorra tévében, hogy a Kis-Balatont is szerették volna termővé tenni. Hát a Kis-Balaton termő, példaként volt. Terem a Kisbalaton, termet mindig is a Kisbalaton, nem búzát, vagy szóját, vagy szeszgyár ipari nyersanyagot, hanem életet, termet, vizet, halat, nádat, madarat, ökoturizmus, stb. 17. században annyira nem volt fontos, de most abszolút pénzhozási lehetőség, mondjuk. Van ismerősöm, hogy vannak neki juhai, meg rétisasa. A rétisasa olyan sok baj nincsen, kellett építeni egy fotóállványt, és többet hoz bevételbe, mint a juhok. Tehát, hogy abszolút, tehát megvannak a tájnak, ha élővé tesszük újra a tájat, és nem rabszolgaként kezeljük, viszonyunk hozzá, ahol a traktorjainkkal, meg a gázolainkkal, meg a input anyagjainkkal, ahogy fütyülnek ugye a multicégek, illetve ez az agrobizniszes élelmiszeripari nyersanyaggyártó mezőgazdaság, ahol régen engedjük ezt az illúziót, hogy gazdálkodik egy gazdálkodó, tehát báboznak vele ezek a profitgyártó cégek, és közben pedig gyarmatként kezeli a tájat ez a rendszer, ez a felfogás, és profittá akarja alakítani az erőforrásokat, én ezt a szót se szeretem, tehát a természet működését. És eljött lehetne kiépíteni ezt egy másikféle logika, szemléletmód, stb., amikor meg akarom találni a helyet neki, tehát nem, jaj, nagyon jó lenne ez a vízesítés, de hát nincs hely, mert ott szántunk. Na most mondom el, rögtön a kérdésre válaszul, nincsenek aranytojás tojótyúkfarmok az ártereken, meg lakótelepek, vagy túllakások lényegileg. Tehát a 80% a körben még mindig jó helyen van az ártérnek, illetve nincs beépülve, vagy a településeknek jó helyen van, bocsánat. Tehát reaktiválható az ártér, és hát 20%-a mondjuk nem, de ez nagyon jó, mert ez növeli a GDP-t, lehet építeni lokalizációs körtöltéseket, vagy a költséghaszonelv alapján ugye a kitelepítések lehetnek, de alapvetően nem kisajátításról beszélünk, és nem is önkéntességről, ezekre mind még ki lehet bontani, vagy nem az, hogy aki így gondolja, az majd így csinálja, tehát nem erről van szó. Tehát van a gazdálkodásunkban egy szereplő, aki nem lett figyelembe véve. És ez nem akárki, bárki nevet is említhetnék, hogy milyen nagy gazda, vagy kis gazda, vagy bármilyen, hanem a táj maga, a táj működés maga, amit nyugodtan meg lehet neki. Felteszem a kérdést, vagy így tartottam adást a Műszaki Egyetemen, hogy mit akar a Tisza, mint megrendelő a mérnöktől? Tehát, hogy ezt valaki kérdezte, vagy így felmerült ez a hozzá, hogy mi van akkor, hogyha nem hülye, nem egy üres, buta, esetleges asztal a táj,
hanem egy élő rendszerként van egy önműködése, vannak szervrendszerei, felismerhető anatómiailag, ott a domborzat, stb. Mindenki, aki a helyi táját ismeri, az tudja, hogy nem ugyanolyan az egyik táj, mint a másik, mint hogy nekem az a 80 nem tudom hány kiló, az nem egyforma minőségű, hanem van egy jellemző struktúrája, formára rendezettsége és egy működése. Na, hogyha ezt hagyják, ezt segítik, akkor sokkal hatékonyabban működik, mint hogyha egy konzervdoboznak van értelmezve az egész, 80 kiló hús meg csonttal. És ugyanígy, és ja, benne van a rekreálódás. Tehát, hogyha engem napi 20 órát dolgoztatnak, vagy bárki mást is, akkor az két hónap után összeomlik szívinfarktusba. Ha meg napi 10 órát dolgoztatja magát az ember, vagy őt, akkor meg azt 50 évig lehet csinálni. És ugyanígy a szánt, az, hogy ilyen mindent elborít a szántó, és hogy így ezzel így harcolunk, levezetjük a vizet, ha van, oda vezetnénk, ha amikor nincs, de hát nem tudjuk, akkor meg keresztgál, ne öntsön ki, de tehát semmi se jó, ez a harcos, na ennek van vége, azt gondolom, a 21. században, és utalok az előző előadásra, vagy beszélgetésre, hogy másképp kell csinálni, mint ahogy eddig volt, mert ez megbukott, ez a realit, mert szokták mondani, hogy nagyon jó az, amit mond ez a Péter, de hát nem reális. Hát mihez képest nem reális? Ehhez a rendszerhez képest, ami látjuk, hogy teljesen irreális, akár egy helyi piacnak a különlegessége, hogy lehet ilyet csinálni, ez de furcsa, vagy tehát ez, hogy akár a kosárközösség, ugye volt róla szó, helyi pénz, tehát teljesen egy irreális világra programoztak át bennünket, már hogy az országot, és itt kell megrázni magunkat, és azt mondja, hogy ez hülyeség. Hát ne, tehát ne, a címkék, meg az eddigi beprogramozottságok nem igazak, ahhoz képest az eredendő, tehát létéből fakadó valósághoz, ami mégiscsak a természet működése mutat nekünk, és a helyi közösségek a helyi tájaikkal tök jól lehetne együtt élniük, megtermelik az ő életükhez szükséges dolgokat, és hogyha haragszanak legközelebb a New York-i tőzsdék, amit ugye szoktak mondani, hát akkor hadd haragudjanak ott magukba. Köszönjük szépen, nekem itt van a tanyámom, a vetőmag, meg a disznó az olba a tengerivel, vagy egyáltalán. Tehát az egész rendszerem készen van, lásd előző előadást, tehát hogy van egy önfenntartó, önellátó rendszerem, de ezek nem egy-egy sejtek, tehát ez hálózatban rendezőbe kell elképzelni, és hierarchikusan, és így, na ez az élet, vagy ez az a kép, amit az én általam tanított koncepció fel tud kínálni. És hogy van rá vevő, vagy kereslet, tehát azért most annyi vált, szerencsére, hogy Budapesten is átfolyt ez az árvíz, így egy kicsit azért megint ugrottunk egy szintet, ugye két éve az Asszály kapcsán azért az belökte azt az ajtót, amin 20 éve hiába kopogtatunk, de nem nagyon mertek átmenni rajta, vagy nem annyira volt rá igény. Most hát, ha megint sikerül, úgy érzem, hogy van rá érdeklődés. Mondom még egyszer, az alapértékrendet, tudásokat kell átprogramozni, másképp merni látni, és akkor kézenfekvően föltárul, hogy ez mégiscsak egy realitás tud lenni, vagy alapvetően egy realitás, csak a másik realitást kell róla lebontani, mert úgyis összeomlik. És ez a feladatunk, azt gondolom. Nyilván kormányzati szinten, mert van egy elvileg oda, vagy hogy mondjam, fizetést kapnak, azért van egy államigazgatás Magyarországon. Hát jó lenne, hogyha ezt a rendszert szolgálná. Meggyőződésem, hogy a gazdákban most van nyitottság, tudom, hát az elmúlt 3 évben bukás volt a szántóföldi művelés, akkor azért van nyitottság, hogy na mit lehetne másképpen. És hogyha elindulna egy kommunikáció egyrészt ismeretterjesztési szinten, tehát ezeket a dolgokat mind elmondani az embereknek, hogy na hogy van, másrészt piszkosul a szabályzó rendszert hozzáigazítani, és akkor most már megvalósítás mikéntjéről beszélek, szabályzó rendszert, tehát a agrár szabályzó rendszert és a támogatási rendszert hozzáigazítani, röviden mondom, hogy érje meg a gazdálkodónak normálisan gazdálkodni. Tehát hogy az, hogy a vizek helyén vizek vannak, és így tudom, hogy hozzászoktunk a traktorhoz, meg a szántóhoz, meg a kombányhoz, de muszáj lesz ezt egy kicsit átstruktúrálni, és akkor fogja, tehát hogy mondjam, a szántók fenntarthatóságát, vagy az élelmezés biztonságot is nem az veszélyezteti, hogyha vizesítünk, hanem az veszélyezteti most már, hogyha nem vizesítünk. Tehát, hogy a jelenlegi úton megyünk tovább, akkor az igenis megy a szárazodás, mert hogy egy szárazításról van szó, annak az irányába, és ezt hívjuk sivatagosításnak, és tényleg ebből kell választani, hogy sivatag vagy édenkert, mert ez tűnnek el a folyók, tűntek, tehát mindig is csak nem tűnt fel így most 100 év, vagy kinek hogy, de tűnnek el a folyók, és a Tiszánk ugyanúgy el tud tűnni, mint ahogy a egyéb folyók eltűntek.
sok mindent érintett. Igen, az elmúlt, főleg július-augusztus időszakban talán a médiában a legtöbbet használt szó, hát a háború mellett, a sivatagosodás volt, hogy különböző részek mennyire sivatagosodnak el, és te többször is azt mondtad, hogy nem sivatagosodás, hogy az előbb is fogalmaztál, hanem sivatagosítás folyik. Magyarán a szárazság döntő mértékben az emberi beavatkozásnak köszönhető. Kommunistákra szokták azt mondani, hogy mindig meg tudják oldani azokat a problémákat, amik nélkülük nem lennének. Ez érvényes a mezőgazdaságra is? Hát úgy érvényes, hogy nem tudja megoldani azt a problémát, amit nélküle nem lenne körülbelül. De hát tényleg itt az ennek a természettudományos alapja, hogy az aszály hajlam az megvan a Kárpát-medence működésében, tehát tényleg úgymond túl sokat süt a nap ahhoz képest, amennyit esik az eső. De a Kárpát-medence csodája az, hogy a hegyek veszik körbe az medence, és kegyeskednek ezek a folyók idefolyni. Tehát a többletvíz, a hegyi területek többletvize, az kegyeskedik ide befolyni. Tehát nem kell idehozni kamionnal, vagy 5 éves tervvel, vagy valami, hanem idefoly. Ki van épülve természet által, azaz infrastruktúra, így fogalmazok, a folyóhálózat és az érhálózat az Alföldön is, ami ennek a többletvíznek az elhelyezésére, értelmezésére, felvevésére szolgál. Tehát a táji vízvisszatartás koncepciója erre épül, erre az eredendő struktúrára és eredendő működésre, ami viszont szükséges ahhoz, hogy ne legyen sivatagosodás. Ezért beszélünk sivatagosításról, mert az aszály hajlamból viszont aszályt azt csinál, hogyha ezt a vizet levezetik. A többletvizeket, ha levezetik, az emberi működés levezeti, akkor aszályt csinálunk az aszály hajlamból. Tehát igenis a lényeg az emberi működtetés. És ez nagyon jó hír, mert rajtunk múlik. Tehát a megoldás irányába is ennek megfelelő. Tehát nem csak a felelősség, tehát lehet, akinél a felelősség, annál lehetőség, akkor viszont nagyon jó, mert nem lehet globális folyamatokra hivatkozni, hogy de hát a klímaváltozás meg, igen, persze jó, de amíg Magyarország kivezeti a többletvizeit a tájaiból, addig nincs miről beszélni. Ez olyan, hogy valaki meghalt, jó, de hogy mi ütöttük a fejét közben, vagy ápoltuk, ugye? Hát most üti a fejét a tájnak a mezőgazdaság és a tájhasználat, az ipartelepítések, a vízgazdálkodás, a tájhasználat alatt értem, ugye a vízgazdálkodás, tehát nagyon értsük át, hogy a vízgazdálkodás problémáit nem lehet megoldani a táj átlátása nélkül, a táji működések. A tájban beleértendő az ember, tehát itt nem egy természetvédelmi fogalom, az remélhetőleg kiderült már, egyébként ez is évtizedekig tartott, hogy mert a víz a tájban az nem egy természetvédelmi fogalom, nem a bibicek miatt kell a víz a tájban, hanem kőkemény, gazdasági, és akkor még egy szintet ugrok, tehát a klímaszabályozásnak is az eszköze a víz. Nem a szén-dioxid, hanem a víz. A szén-dioxid az tápanyag a növényeknek, ha van víz. Tehát a víztartalom az mérsékli a tájat. Tanultuk általános iskolában, hogy télen fűt, nyáron hűt ugye az óceáni éghajlaton ez a nagy víztömeg. Na most, hogyha az Alföld fel van töltve vizekkel, nem a falu fő utcája, hanem az árterek, az a hálóz, az, az egész árteret, egész Alföldet beállózó hálózat fel van töltve vízzel, akkor az vissza fogja hűteni a tájat. A párolgása által, ez meg általános iskolai fizika. Tehát, hogy arra való a víz, hogy az a hűt, a hűtővíz, és az öntözés miért nem hatékony. Nem az ivóvíz hiányzik most már a növényeinkből egyszerűen, hanem nincs abban az állapotban a növény, hogy tudja értelmezni az ivóvizet. Ha emlékeznek vissza, ugye nyáron, amikor nagyon meleg van, akkor persze iszik az ember vizet, mert szomjas, de be is vizezi magát, tehát vissza is hűti, vissza kell hűteni magát. Ami egy 10-szeres mennyiség körülbelül lényegileg. Na ugyanígy van a növénynél, a tájba értve ennél a mezőgazdasági vetületnél, hogy olyan állapotba kell hozni a tájainkat, a termelő tájainkat is, hogy egyáltalán lehessen tudja értelmezni az ivóvizet, tehát az öntöző vizet az a növény. Ezért is ez az egyik oka, hogy miért teljesen halott ötlet az öntözés. A másik oka az például, hogy nincsen elég víz, ugye egy klasszikus viccre is miért nem harangoznak. Tehát nincsen annyi víz a nyári vízkészletbe, a nyári vízhozamokba, itt Csongrádon nem kell Tisza mellett mondani, nincsen elég víz. És hogyha ezt a vizet felduzzasztjuk, ha már Csongrádnál vagyunk, akkor se lesz elég víz. A duzzasztás vízhozamot nem csinál.
Amennyi befolyik, azt nem engedi tovább. Egy magassági potenciált csinál, tehát hogy ki lehet engedni gravitációsan csinál, de nincs mit kiengedni, mert nincsen utánpótlás. Egy készlet felhalmozódik, mondom a számokat, ez nagyjából 100 millió köbméter, ami felhalmozódik. Kiskörénél is, Csongrádnál tudhat ennyi felhalmozódni, Törökbecse, stb. Na most ehhez képest hiányzik, hogyha 300 milliméter hiányzik egy vegetációs időszakban, egyébként most már több, az 30 centi víz minden egyes négyzetméteren, hogyha az egész Alföldre tekintjük, ami 50 ezer négyzetkilométer, akkor az 15 milliárd köbméter. Ha csak itt a, mondjuk itt a környéken egy megyényi terület, az 5 ezer négyzetkilométer, az másfél milliárd köbméter víz. Ehhez képest 150 milliót, az ki tud számolni, az a százada? 1%-a? De amikor az öntözéses szakemberek kiszámolják, hogy hogy lehetne az öntözés, most 1-2%-át öntözik a mezők, a szántóföldi területeknek ezzel a kapacitása. Ha ez nagyon föl lenne fejlesztve a maximumra, stb., akkor 7-8%-ig fel tud menni. A szántóföldeken, az asszály a 100%-on hat, nem csak a szántóföldeken is, a városokban is. Akkor ez azt jelenti, hogy oázisok vannak, nyilván a megfelelő kezekben, és a 90% meg sivatag, és a gyepek is. Tehát, hogy nem jó az öntözés. Azon kívül akkor elmondom a harmadikat is, és hivatkozok a Talajtani Társaság elnökére, Dobos Endre, aki ugyanígy elmondja, az öntözés káros, nem öntözni kell, hanem talajszerkezetet építeni, élő talajt csinálni. Tehát az öntözés, az rombolja a talajt. Tehát így lehet mondani, hogy káros, agrotechnológiailag káros. Van, ami kevésbé, meg van, ami jobban, de nekem mondta ilyen előadás után, nem? Ott voltam én az ilyen-olyan TSZ-be, és láttam, hogy a 40 aranykoronás csodálatos feketeföldből 5-8 év alatt hogy csináltunk termelésre alkalmatlan talajt az öntözéssel. Tehát ez egy hülye ötlet, locsolgatni otthon lehet, illetve a szubtrópuson egy nedves közegben, és akkor elmondom a filozófiai vagy elvi megoldását ennek, ahol egy vízbő közegben, egy nedves szubtrópuson lehet vízpótlást csinálni, 4000 éve csinálják a rizskultúrákat Dél-Kelet-Ázsiában, de egy félszáraz közegben, ami itt az Alföld, ott hogyha túl vizesítjük, vizet adunk hozzá, és úgy kezdünk el gazdálkodni, akkor az óvatatlan a tájak kiszipolyázása. Hivatalos dokumentumban van benne a vízgyűjtő gazdálkodási tervezés, hogy 4-5 hektárnyi víz kell egy hektár öntözéséhez. És ez is kijön az arány. Tehát egy hektárt, hogyha én öntözök, akkor 4-5 hektárt sivatagosítok mellette. Egyszerűen fogalmazva. Satöbbi. Tehát nem ez a jó megoldás, hanem az a jó, hogyha visszatérünk a táj eredendő működéséhez, ami egy ártéries tájakon ártériesített gazdálkodás, magyarul ártéri gazdálkodás, amit a néprajz talált fel, de nyugodtan vegye be akkor a közgazdaságtan és az agrárium, és ez egy mezőgazdálkodási rendszer. Tehát itt nem valami skanzenről van szó, hanem ez egy valós mezőgazdasági művelési módok és ágak, mezőgazdasági hasznokkal, haszonvételekkel, gazdálkodás, valós, precíziós gazdálkodás, tudni precízien igazodok ahhoz, amire való, mikor még nem a 60 milliós traktorokkal szántottak őrült 400 lóerős monstrumokkal adott esetben, akkor figyelt még a gazdaember, hogy a sziket nem szántotta, mert úgyis felesleges volt, stb. Hanem ott akkor kacsa úsztató. Tehát ez egy divers, mozaikos tájhasználat, egy csomó haszonnal, teljesen reális, ja, hogy dolgozni kell hozzá. Nem olyan egyszerű, hogy 4-5 munkanappal mellett művelni azt a területalapú támogatási cserébe, hanem egy kicsit azért valódi gazdálkodást kell folytatni. De én hiszek a gazdatársadalomban, hogy föl lehet ez nőni, és hogy nyitottak erre, és képesek megtanulni, mert nagyjából ez a válasz. Köszönöm szépen, és itt a vége, Fussell Véle. Azt hiszem, hogy ebben a szűk, rövid időkeretben... Esetleg, ha van kérdés, amit érintettem, és nem, nincs kibontva, akkor szerint... Ha nem tudom, ezt én... itt meg tudjuk beszélni, még nem megy el a... Én itt vagyok. Balogh Péter itt lesz mellett, tehát meg tudjuk beszélni, mert át kell adnunk a színpadot a mögöttünk lévő következő rendezvényeknek. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, akik nemrég csatlakoztak be, akkor bemutatkoznék, így utólag Szakács Árpád voltam, Duró Dóra, az Országgyűlés alelnökének a munkatársa vagyok.
Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és velünk együtt próbáltak gondolkodni, kiutat keresni, egyfajta kiútkereső próbálkozás keretében. Más alternatívákat is tudtunk, azt hiszem, hogy nyújtani, mind a vásárlási szokásaink, mind a lelki-spirituális gondolkodásunk, illetve olyan gyakorlati ügyek és kérdések tekintetében, mint amelyek éltető erőnk, legfontosabb energiánk, éltető energiánk, vagy az egyik legfontosabb éltető energiánk a víz kapcsán merültek fel, hiszen ezekkel az ügyekkel és ezekkel a kérdésekkel, miután megoldás még nem született meg, tehát hogy nincs semmilyen olyan kormányprogram, amely arra irányulna, ami felvállalná azt a fajta gondolkodást, ami teljesen szembe megy azzal a kudarcos gyakorlattal, ami a mezőgazdaságban eddig megnyilvánult. Így fontos, hogy tudjuk azt, ha látjuk a médiában híreket, halljuk a különböző egyéb nézőpontokat, hogy mindig van más olyan alternatíva, ami a hagyományainkhoz szervesen hozzátartozik, tehát nem egy idegen, egy olyan programot kell megvalósítsunk, aminek semmilyen olyan előzménye nincsen, hanem ez a maga, a szerves egysége, maga a múltunk is arra kötelez, hogy ezek a megoldások, amelyek korábban a maguk természetes valóságában jelen voltak a Kárpát-medencében, érdemes visszakanyarodni a gyökerekhez, és megnézni azokat az egyéb megoldásokat, amelyek tényleg valódi gyógyírt kínálnának például a szárazságra, mert újra és újra előfordul, egyre nagyobb probléma lesz, és mint hallhattuk, egyik fontos alternatívaként ezekre is van megoldás. A fokgazdálkodás is elhangzott. Én több gazdálkodónál is voltam, akik fokgazdálkodást folytatnak. Látványos, hihetetlenül csodálatos kis földi mennyországot hoztak létre, egy olyan ökoszisztémát fokgazdálkodás keretében, ami tényleg a legnagyobb szárazságban is ellenállt azoknak a helyzeteknek, vagy annak a szárazságnak, amivel a tájat úgymond tönkretették a különböző időjárási viszonyok. Tehát még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltak, és még volt egy mondatra, még visszaadom a szót Balogh Péternek. Nem, csak itt újraolvasva a szöveget, amit elmondtam, vagy újra hallgatva, mint a félreérthető lett volna. Tehát itt, amikor a mennyiségekről beszéltem, hogy akkor egy 100-150 milliónyi köbméter víz fér el egy ilyen tározóba, és említettem az egész Alföldön a 15 milliárdat, illetve egy megyényi tehetően az nyilván annak megfelelően 10, illetve 100-szoros, tehát itt azért, hogy pár százaléknyi így az öntözés, mert a hatásterülete ugye jóval nagyobb, csak a számok azok valósak, csak itt az arányok megnetéve, vagy bele ne kössön valaki ebbe, ott van, utána lehet nézni, meg hát érzi, ez a hogy mondjam, ez fordítva van, tehát nem az adatot keverjük össze a valósággal, hanem a valóságot érzékeljük, és mellesleg az adatok ezt bizonyítják, vagy mutatják. Rendben. Tehát akinek kérdése lenne, még itt leszünk a helyszínen még egy ideig. Köszönöm szépen még egyszer megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Köszönöm.